A kaktuszfélék családja mintegy 2000 fajt foglal magába, ezek közül számos egyed megtalálható a Tamási gyűjtő kertjében, aki igyekszik népszerűsíteni a hideg időjárásnak is ellenálló kaktuszféléket. Ezért is tartja fontosnak, hogy évről évre nyílt napot szervezzen. A télálló kaktuszokat gyűjtöm, és egy kert van berendezve belőlük, amik Magyarországon ugye nem nagyon vannak elterjedve, de itt egy ilyenkor, virágzáskor meg lehet tekinteni, ingyenesen az egész ország területéről jöhetnek a kaktuszkedvelők. A tapasztalat, hogy egyre inkább érdekli az embereket, mivel ugye nem tudják, hogy ezek kertbe kiülthethetők, de örülnek neki, mikor be tudnak rendezni egy kis sziklakertet maguknak. Nem is olyan kicsit volt, már olyan megrendelőm, aki egész nagyot szeretett volna építeni. Úgyhogy ilyen szakmai tanácsokat is szoktam adni. Hát évről évre azért többen írnak, hogy jönnének, és akkor ilyenkor összefogom a csapatot, és jöhetnek bárhonnét. Az ország több pontjáról érkezett kaktuszkedvelők számos kérdést tesznek fel ilyenkor, amire szívesen ad választ a gyűjtő. Igazából a talaj érdekli őket, mert ugye oké, hogy kiültessük, de nem mindegy, hogy milyen talajba ültetjük őket. Ezek egy vízelvezetős talajt szeretnek, és akkor a legtöbb az, hogy mibe van ültetve a növény. Már azért 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem a kiültetésükkel kapcsolatban, úgyhogy mindenfajta tanáccsal tudok szolgálni. A szúros növények gondozásában nagy tapasztalattal rendelkező gyűjtő egy fontos dologra mindig felhívja a figyelmet. A kaktuszok kevés vizet igényelnek. Én egy évben 5-ször locsolok, úgyhogy fél évig, szeptembertől áprilisig fél évig teljesen szárazon tartom őket, és akkor 5-6-szöri locsolás van egy évben, úgyhogy a túlöntözés az, ami nem jó nekik. A cserében lévőket szoktam tápoldatozni, mert hát ott ugye adott a tápanyag mennyiség, ami bent van a cserébe, ami belefér a földjükbe, és akkor ott szoktam évente 2-3-szor egy kis tápanyaggal megdúsítani az öntözővizüket. A tamási kaktuszgyűjtőhöz érkezőket magával ragadta az ápolt, jól kiépített kert látványa, amely virágpompában úszott a nyílt nap alkalmával. Maga a kaktuszházban lévő gyűjtemény az 2500 darab növény, és egy 160 négyzetméteres bemutatókert van, hát ott nem számolom, ott elég sok ott is bent van. Laci mind a 2500 darab kaktuszára büszke, nem tud egyet sem kiemelni közülük, amely esetleg közelebb állna a szívéhez, mindegyiknek megvan a maga szépsége, a formája, a virága, a tüskéi. Az ember feltöltődik a mindennapi munkálatok után, ugye az építőiparban tevékenykedek, és jó velük foglalkozni egy kicsit, várni a virágzásukat, utána válni, hogy ami még nem virágzott a másik évben, akkor fog-e virágozni, megmutassa magát. Hát ezek ilyen kis relaxáció. A nyílt napra erre bejelentkeztek Ceglédről, Sopronból, Heves megyéből, úgyhogy ez egy magasabb színvonalú nap szokott lenni. Nyílt napjain más kaktuszgyűjtők is örömmel vesznek részt, ilyenkor lehetőségük nyílik a tapasztalat cserére is. Csaba is fontosnak tartja, hogy nagyobb figyelmet kapjanak ezek a szúros szépségek. Mert ritkaságok, főleg Magyarországon, és igazság szerint kevesen is ismerik. Én ahogy legalábbis észrevettem. Tehát nem ismerik annyian, mint ahogy szeretném, hogy ismernék. Az ember ugye mindig talál ritkaságokat, és kiné mi van, Lacival is úgy vagyunk különben, hogy ugye cserekereskedelem van. A kaktuszokkal foglalkoznak, csak a télálló és fagytűrő kaktuszok. Én úgy veszem észre, hogy nem kapnak elég figyelmet. És ez baj, szerintem. Mivel az időjárás a Ferenc ugye most nem olyan, mint szokott lenni. Most igazság szerint több figyelmet igényel, de mindegy, ha megvan az hátránya, annyi, hogy ezeket nem kell bevinni. De permetezni ugyanúgy kell, főleg most ebbe a csapadékosabb, enyhébb telekbe. De hát télen is ugyanúgy oda kell, mint egy szőlő. A szőlőre mindig ott kell lenni, és ezeknél is végül is úgy van. A napsütéses délutánon nagy volt az érdeklődés a virágba borult kaktuszok iránt. A következő nyílt napra egy évet várni kell, de Laci szívesen ad tanácsot azoknak, akik maguk is szeretnének a télálló kaktuszokkal foglalkozni.